A listavezető Peac a Stabilan a középmezőnyben helyet foglaló Hévi ZSK együttesét fogadta a női kézilabda MB2 délnyugati csoportjában. A két kulcsjátékosát nélkülözni kényszerülő kékfehérben játszó házigazdák már az első fél időben tetemes előnyre tettek szert, és 8 gólos előnnyel fordultak. A második játék részben tovább növelte előnyét Pap László együttese, és 44-23-ra nyerte a találkozót. Nagy rangod előtt vagyunk 2 héttel, és most a hétvégén ugye nem lesz forduló. Az fontos volt, hogy megfelelő mentalitással álljunk neki a mérkőzésnek. Hála a jó Istennek, ebben semmiféle probléma nem volt. Azt hiszem, egy 7-1-jel kezdtük az első fél időt, a másodikat is egy 5-6-0-al. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a kezdés egy félidőben hogyan alapozza meg a játékunkat. Azt hiszem, ezzel semmiféle probléma nem volt. Nyilván voltak utána hullámvölgyek a játékban, és voltak olyan elkerülhető szituációk, amit meg kell tudnunk oldani, de azt hiszem, hogy ez messze menőkig belefért a mai játékba. A csapat legújabb igazolása Kósa Petra 4 gólig jutott a mérkőzésen. Nagyon jól érzem magam, igen, új vagyok, nemrég érkeztem, egy másfél hónapja játszom együtt a lányokkal, nagyon jól érzem magam, előtte Szentlőrincen játszottam egy fél évvel, előtte pedig egy kisfiút szültem. Elégedett vagyok, nagyon keményen edzünk, megyünk tovább, hajtunk, és cél az első hely. A Peac a hétvégi meccsszünet után a nagy riválishoz, a tabella másodikjához, a Dunaújváros U22-es gárdájához utazik. A Répfanni beteg, ő otthon lábadozik, és a Halmai Pálma is beteg volt, és abban a lábadozásban még nem próbáltuk ezen a mérkőzésen erőltetni, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő mérkőzésre kéne ezeket az embereket harcra képessé tenni és formába hozni. Most lehet, ez a Fannina nem fog sikerülni, de mindenképpen szeretnénk, hogyha egységesen és egész csapattal tudnánk menni Dunaferhez. Nem túl nagy nehézségek állán sikerült megverni őket. Itthon egy NB1-es ifi csapatra épülő játékosról, egy csapatról van szó. De természetesen, mivel nem titkolt céljuk, hogy megnyerjék a bajnokságot, ezért mivel U22-esig játszhatnak a játékosok, NB1-ből visszajátszhatnak 4-5 játékost, azért ez komolyan meghatározza a tudásukat, és hát ezzel nekünk fel is a lecke természetesen. A DKK a U22 Peac NB2-es női kézilabda mérkőzés április 11-én vasárnap 13 órakor lesz Dunaújvárosban.